Aranylabda, ezüstcipő, számtalan serleg és a legek fala. A megújult Fradi Múzeum ilyen relikviákkal várja a szurkolókat. A gyűjtemény 3500 darabos és a legnagyobb sikereket mutatja be. A hónapokig tartó felújítás után a múzeum most újra kinyitott, bővült a gyűjtemény, és a főbejárat is új helyre került. Kubatov Gábor, az FTC elnöke szerint mindez egyedülálló a világon. Aranylabda, ezüstcipő, meg annyi serleg és a jeles korszakok különféle futballlabdái. Mindezek a megújult Fradi Múzeum gyűjteményében kaptak helyet, amelyet most már a szurkolók is bármikor láthatnak. A múzeumot nemrég újították fel. Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Tornaklub elnöke a megnyitón azt mondta, mindez egyedülálló és páratlan. Azért egyedülálló, mert nem hiszem, hogy a világon van olyan hely, ahol aranylabda van bent, ahol a nemzetközi kupagyőzelmet jelentő serleg van bent, és olimpiai aranyakat is lehet látni. A 200 négyzetméteres múzeum a ferencvárosi labdarúgás gazdag történelmét mutatja be. A Fradi elnöke szerint mindez azért is fontos, mert így a gyerekek is jó példát láthatnak. Ebben a múzeumban tulajdonképpen a múltunkat mutatjuk be, de a jövőnknek építettük. A Fradi Múzeum mellett az Albert Flórián emlékkiállítás is megnyílt. A szurkolók így az egyetlen magyar aranylabdás futballista életének és sportsikereinek legfontosabb relikviáit is megnézhetik. Nem csak rá fókuszál, van egy külön kiállítás, de hogyha bemegyünk ide a Fradi Múzeum anyagába, és egy csomó képen szerepel, csomószor megemlítik őt, tehát a Fradi család együtt van. A Fradi Múzeum 3500 darabos gyűjteménye a legértékesebb és legkülönlegesebb darabokat mutatja be. Nem csak kupák és érmek láthatóak, van vetítőterem és elkészült a legek fala is. A régi tematika megmaradt, tehát kincsestár, szentély, idővonal, tematikus terem, ezek mind változatlanok maradtak, illetve hát új tárgyakkal bővültünk természetesen. Ráadásul a főbejárat is új helyet kapott, így a szurkolók már a meccsek előtt is megnézhetik a kiállítást. A múzeum hétfő kivételével minden nap nyitva van, és a múzeumok éjszakáján is várják majd a látogatókat, június 25-én szombaton.